Köszöntöm nézőinket! Értékeink címmel a Tolna megyében megvalósuló fejlesztéseket szeretnénk egy kicsit közelebb hozni önökhöz. A beruházásokhoz a területfejlesztési operatív program 27,5 milliárd forintos Tolna megyei kerete biztosítja a forrásokat, és a pénzből megvalósuló fejlesztések nem egyszer elválaszthatatlanok azoktól az értékektől, melyeket a Tolna megyei értéktárbizottság az elmúlt időszakban lajstromba vett. Garai János életműve egybeforrt a reformkor küzdelmeivel, és értékét az biztosítja, hogy művei hasznos, buzdító szerepet játszottak a függetlenségért és haladásért vívott közös harcokban. Írói munkásságának felvételét a megyei értékek közé a Magisztra nevű csapat kezdeményezte az értékvetélkedőn, akik felkészítője Gesztesi Enikő történész, történelemtanár volt. Gyönk, művelődési ház, április vége, emlékeznek még. Idén is nem csupán remek hangulatban telt az értékvetélkedő, de a diákok munkája révén újabb értékekkel bővült a megyei lista. A Garai János Gimnázium 10B tanulói Magisztra nevű csapata Garai János írói munkásságát terjesztette fel a megyei értéktárba, amit a bizottság tagjai azóta be is emeltek oda. Itt a Garai Gimnáziumban több mint 10 éve működik honismereti szakkör, olyan 30-35-en vannak a gyerekek, és én nagy örömmel láttam ezt a vetélkedőt, hiszen nagyon kevés olyan vetélkedő van, ami a helytörténethez, a honismerethez kapcsolódik, úgyhogy mindjárt be is kapcsolódtunk, és három csapatom indult ezen a vetélkedőn. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól mér ez a verseny, sok-sok mindent, tehát nem olyan, mint a hagyományos vetélkedők, akik elindultak két humán osztályból három csapat, két tizedikes és egy tizenkettedikes csapat, ők más vetélkedőkön is szerepelnek, az OKTV-től a Szavária versenyig nagy-nagy eredményekkel rendelkeznek, de szerették ezt a vetélkedőt, én úgy gondolom, mert képességeket ismert, játékos volt, egy külön értékhangoló programra hívták meg őket, Kölesden töltöttünk egy napot, én is el tudtam őket kísérni, érdekesek a feladatok, és van benne labdadobástól kezdve, tehát nem csak feltétlenül ezek a szigorú versenyfeladatok, hanem azt gondolom, hogy érdekes volt az egész verseny. Most a diákokkal beszélgetünk Garai János írói munkásságának a megyei értéktárba kerülése és az értékvetélkedő kapcsán. Gesztesi tanárnő hirdette az egyik történelem órán, mert ugye humán faktosok vagyunk, és egy történelem fakton hirdette nekünk, és neki szívügye a honismeret, és mi is szeretjük a történelemnek ezt a részét, mert nem csak a világ történelmét szeretnénk megismerni, hanem szűkebb hazánknak, például Tolna megyének és azon belül is Szekszárdnak a történelmét is. És ezért, mivel ez mind a négyünkre igaz, ezért a csapatunk nagyon hamar összeállt, és nagyon jól tudtunk együtt dolgozni. Az iskolában néha tartottam kis előadást, de annyira nem szeretek szerepelni. Garai János választottuk témának, mivel ő Tolna megyei költő volt, viszont sajnos kevesen ismerik, de a mi gimnáziumunk, ahol járunk, az is róla van elnevezve. Szerettük volna, hogy bekerüljön a megyei értéktárba, mert úgy gondoltuk, hogy jogosan sorolhatjuk a megyei értékek közé. Garai művei a nemzeti öntudat ébresztését, a nemesi hazaszeretet erősítését szolgálták a reformkori nemesség politikai küzdelmei idején. Alkotásai témái általában a nemzet szabad, harcos múltja, mondabeli régmúltja volt, amellyel szembeállította tehetetlen kort. A nemesi szellemben született művek mellett Garai költészetében is jelentkezett a népies érdeklődés és népies realizmus törekvése. A felkészülés nagyon nehéz volt, sajnos sok szabad időnket elvette, de tanárnő sokat segített nekünk, és mindenképp megértem, mert megismertük ezeket az értékeket, amiről nem nagyon sok mindent tudtunk, és jó volt elindulni a tanulásra. Nekem is elvett elég sok szabadidőt, viszont nekem is segített tanárnő is, és a három csapattársam benne, és az én munkám is benne van az egészben. Élveztük ezt az egész felkészülést, mert összehozott minket, négyünket igazából, és hát igen, igaz, hogy nehéz volt, de megérte. Sokoknak csak hogy ott van egy épület, jaj de szép, meg a szőlőtőkék is, hogy jaj, most Szekszárd egy szőlészváros, viszont így már látjuk, hogy foglalkozunk a honismerettel, hogy az épületnek mi a története, miért épült, miért odaépült, meg hogy a szőlőtermesztés Szekszárdon évszázados hagyomány, és
hogy ez a húzó ágazat a szexárdnak. A gyerekek Garai János köré építették a beadandó munkájukat, ami végül is az értéktárba bekerült. Garai János életét dolgozták fel, munkásságát, valamint a festőművész, 19. századi festőművész Garai János unokaöcsének a pályáját, Garai Ákost dolgozták fel, és egy csapat pedig a szekszárdi Garai János gimnázium történetével és egyáltalán az épületével foglalkozott. Kettőt választottak ki végül is, amelyek bekerülhetnek az megyei értéktárba, Garai Jánost és Garai Ákost. Én azt gondolom, hogy nekik ez nagyon hasznos volt. Egyáltalán megismerték az iskola történetet, az épületet, a Garai Jánosnak a költészetét, nyilván foglalkoznak ezzel. Irodalomórán foglalkozunk vele a honismereti szakkörön, de más, amikor ők egy ilyen programot összeállítanak. Megtanulták azt is, hogy kell beadni egy ilyen dolgozatot. Nagyon jól összeforgácsolódtunk, összehangolódtunk a verseny során. Mi Domcsival leginkább Garai János életéről kutattunk, mert még szeretünk kutatni, és mi leginkább ott hasznosítottuk magunkat, hogy az ő életéről kutattunk a könyvtárban, meg az interneten, meg korabeli újságokat kerestünk. A Kinga nagyon szereti a történelmet, ezért alapból a megyei értékekkel képben van, és ő is nagyon sokat segített a versenyben. Tervezünk mi a Gabival, egy másik két lányjal indulunk ugyanezen a versenyen, de még másik versenyekre is ugyanúgy készülünk. Én is tervezek versenyen részt venni, ugyanis töris osztályok vagyunk, és szeretjük a törítés, hogy akkor azzal többet is tanulunk, hogy megyünk versenyre, mert nem csak az anyagot, hanem még dolgokat. Garai János életműve egybefort a reformkor küzdelmével, és értékét az biztosítja, hogy művei hasznos, buzdító szerepet játszottak a függetlenségért és haladásért vívott közös harcokban. Sokoldalú művész volt, legendát, elbeszélést, balladát, találós verset, tárcacikket, tudományos értekezést, lírai, leíró és elbeszélő költeményeket is írt. Legnagyobb ihletője a hazaszeretet, szabadságvágy, a demokratikus érzések és a nőtisztelet volt. Szorgalmas művelője volt a költészetnek. Elsősorban a hazaszeretetről szóló műveiért tartozik elismeréssel az utókor. Garai Ákos grafikus, festőművész, etnográfus, fotográfus és a magyar képzőművészeti élet egy különleges alakja. Munkásságára különösen jellemző a lovak, huszárok, népi életképek festése, rajzolása, a nagy háború, vagyis az első világháború grafikusaként is szokták emlegetni. Munkásságára a Megyei Értéktár Bizottság a Garai Gimnázium történész Gyöngyök nevű csapatának felterjesztése kapcsán figyelt fel, és ezután emelték be megyei értékeink közé. Garai Ákos, Garai János költő unokaöccse volt az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban résztvevő Garai Antal honvéd hadnagy gyermeke. Később magyar festőként vált ismerté. Ő teremtette meg festményeiben a magyar huszár típust. Hogy munkássága bekerült a megyei értéktárba, azaz egyik értékvetélkedőnek és az azon részt vett történész Gyöngyök csapatának köszönhető. A Garai Gimnázium 10B osztályának 4 tanulója terjesztette fel az értékvetélkedő egyik megszabott feladatának keretében a festő Garai Ákos munkásságát a megyei értéktárba. Gyasztusi tanárnő említette nekünk ezt a versenyt, és nagyon megtetszett, és elhatároztuk, hogy elindulunk rajta. Mi tetszett meg benne? Elsősorban a versenynek az a játékos jellege tetszett, meg hogy ilyen kreatív feladatokat tudtunk csinálni, meg hogy csapatos a verseny, tehát nem egyedül, nem egyénileg versenyeztünk, hanem csapatban, és így mindenki tudta saját meg a kis tudását hozzátenni a közös eredményhez. Egyébként is egy összeszokott csapat vagytok így az osztály közösségen belül? Igen, mivel már elég régóta ismerjük egymást, és a felkészülés is igen jó hangulatban telt. Voltak nehezebb feladatok is, de elosztottuk egymás között, és az értékhangoló is nagyon tetszett. Mi humános osztály vagyunk, és ezért a honismeret is érdekel minket viszonylag, meg a honismereti szakkör tagjai is vagyunk, és így jó volt nekünk, hogy nem csak szexár nevezetességeit ismertük meg, hanem Tolna megyében is jobban szélesedett a látókörünk.
Hát igazából a szexárdi nevezetességek, meg az tolnai ilyen értéktár részei, azokat már nagyjából ismertük, de rengeteg új dolgot megtudtunk. Például ilyen bátaszéki, meg ilyen bátai helyeket, amiket még sose jártunk, és ilyen tök érdekesek és szépek voltak. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ezeket megismerhettük, meg Szekszárdot is egy kicsit jobban megismertük, és belástuk magunkat Garai Ákos életébe. Ez volt a mi témánk, és ez is nagyon érdekes volt. Nem voltunk sem a levéltárban, és Budapestre sem mentünk el, így az internet segítségével próbáltunk kutakodni, és ott is viszonylag bő anyag állt a rendelkezésünkre. És hát azt kell tudni még róla, hogy ez újító művészek közé tartozott, mivel megalkotta festményeit a magyar huszár típust is. És nagyon érdekes alkotó volt a szemünkben, mert az esztétikai megvalósításon kívül a műveinek a mögöttes tartalmát is nagyon fontosnak találtuk, ugyanis az alkotásaival azt próbálja szimbolizálni, hogy mit jelent szívvel lélekkel harcolni a hazáért, és azért erkölcsi útmutatásra is szolgált számunkra. Garai Ákosnak forrásértékűek a népélet témakörében készült festményei, tus és ceruza rajzai. Szívesen festette és rajzolta a bugaci pásztorok életét. A mindennapi megélhetést részben a Bors Szemjankó és Kakas Márton című élclapoknak készített illusztrációk karikatúrák biztosították a számára. A Bors Szemjankó egyik állandó paródiává fejlődött rovat karikatúristája is volt. Garai 1908 és 10 között a Néprajzi Múzeum támogatásával sokrétű néprajzi gyűjtőmunkába kezdett, melyben természetesen korábbi tapasztalatai és emlékei is segítették. Nagyjából 3 év alatt bejárta szinte a teljes Dunántúlt. Garai Ákost választottuk a témánkul, mert Tolna megyéhez nagyon kötődik, itt született, itt alkotott és itt élte le az életét is nagyjából. Ő egy nagyon híres festő volt a maga kategóriájában, többek között a Műcsarnokban, meg a Magyar Nemzeti Galérián, meg talán a Néprajzi Múzeumban is kiállították a műveit. És erre nekünk szekszárdiaknak, meg Tolna megyéieknek igazából nagyon büszkének kéne lennünk. És ezért gondoltuk, hogy őt választjuk, hogy felhívjuk rá a figyelmet. Dominik nagyon sokat kosarazik, és ezért nagyon jó az erőléte, és volt egy olyan feladat a döntőn, amikor szobabiciklizni kellett, és ezzel gyűjthetünk pontokat, és akkor ott a Dóri nagyon jó volt. A Rékának nagyon megy ez a kiáll közönség elé, és beszél, és nagyon szépen előadta ezt a felterjesztést is. Persze mi is beszéltünk, de a Réka így nagyon jó volt, és ő nagyon ügyesen megoldott ezt. A Dorkáról én azt gondolom, hogy ő is, tehát nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, mert egy csapatban is voltunk, amikor össze kellett válogatni a különböző típusú értékeket, és a Dorkával hát nagyon ő is így meg tudta látni a lényeget, és hát könnyű volt vele együtt dolgozni. Garai Ákos alkotásainak legnagyobb gyűjteményét a Vosinszky-Mór megyei múzeumban, gyűjtő munkájának dokumentumait a Néprajzi Múzeumban őrzik. Számos alkotása található a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a Debreceni Déri Múzeumban, valamint a Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményében. A korszerű mozaik megteremtésében Mationi Eszternek elévülhetetlen érdemei vannak. Ezen ősi technika 20. századi továbbfejlesztésével lehetőséget adott a mai modern épületek külső és belső tereinek művészi újragondolására, hogy művelődési központok gyárak, otthonok, irodaházak és esztétikai hangsúlyt kapjanak. Mint festményeivel, mint hímes köveivel kiemelkedő képviselője, megörökítője a magyar népművészet, népviselet, esküvők, táncok és búcsúk világának, annak pedig, hogy művészete és munkássága bekerült a megyei értékek közé, a Garai Gimnázium 8. osztályos tanulói 7 próbás csapatának érdeme, akik a tavalyi értékvetélkedőn lobbiztak a zsűri előtt. A Vosinszky-Mór megyei múzeum vármegyeházi Mationi Eszter kiállító terében vagyunk. Mationi Eszter 1902-ben Szekszárdon született, és 1992-ben hunyt el. Édesapja Bezerédi Pál hívására jött Magyarországra, olasz sejemkészítési szakember volt. Anyai nagyanyja pedig Sas Erzsike, akihez Petőfi Sándor a Négyökrös szekér című versét írta. Az első önálló kiállítása 1929-ben volt az Ernst Múzeumban, ugyanekkor volt egy csoportos kiállítás a Szekszárdon is. A korabeli kritika is felfigyelt határozott színérzékére. Alkotásait a Louvre-tól elkezdve mindkét amerikai kontinensig számos köz- és magángyűjtemény őrzi, Japánban legalább 30 műve került, ott is
is volt kiállítása. A munkásságát bemutató kiállítást 1981-ben a szülővárosának ajándékozott gyűjtemény teremtette meg, csak a Magyar Nemzeti Galériában 18 munkája van. A város és a környék lakói magukénak érezhetik tehát a művésznő képeit, alkotásai hozzájárulhatnak a nemzeti szemlélet ébrentartásához, a hagyományok megbecsüléséhez, és egyúttal a jelen, a jövő számára követendő példát kínálnak. Sok külföldre került műve hirdeti a magyar népviselet sokoldalúságát és színességét. A 2017-es értékvetélkedőn a hét próbások elnevezésű csapat terjesztette fel Mationi Eszter munkásságát felvételre a megyei értéktárba. Igazából úgy jött ez az ötlet, hogy még régebben voltunk a kiállításán megnézni, és őszintén rácsodálkoztam, amikor megtudtam, hogy nincs még benne az értéktárban. Szóval innen jött az ötlet, hogy esetleg őt kéne felterjeszteni. A kiállítása amúgy megtekinthető a Vármegyeházán. Kaptunk a múzeumban egy tájékoztatót, ahol le volt írva az életrajza is, illetve az interneten kerestem még hozzá. És miután megírtam a felterjesztést, azután Eszter adta elő a versenyem. Nagyon izgultam előtte, és szerintem ez látszott is, de úgy éreztem, hogy sikerült átadni a zsűrinek úgy, ahogy ez kell. Nagyon sokat találkoztunk előtte az írásbeli miatt, és felosztottuk egymás között a feladatokat. Mindenki tudott valamit hozzátenni, és így jutottunk el a fináléig. Mivel már ismertük egymást, jól ki tudtuk egészíteni a csapatot, szóval annyira nem volt bonyolult. Amikor még ezek az írásbeli fordulók voltak, ott kicsit nehezebben működtünk együtt, viszont amikor már élesbe ment a helyzet élőbe, akkor jól sikerült a csapatmunka is. A találékonyság is nagyon sokat számított, hogy az eddig tanult dolgokat, hogy tudtuk felhasználni. De amiket meg kellett tanulni, azokat felosztottuk, és hát így sikerült. Onnét kaptunk támogatást a vetélkedő részéről, onnét tényleg a legnagyobb szükségünk volt rá, ugyanis a mindennapi történelem oktatásban nagyon-nagyon kevés, szinte szégyenli valami kevés időnk marad arra, hogy helytörténeti témákkal foglalkozunk. Annyira gazdag a tananyag, és olyan kevés időnk van, hogy a legritkábban fér bele. Ez a vetélkedő viszont éppen ezt a témát vette el, úgyhogy ezért is örültünk neki annyira, és ezért is indultunk több csapattal. Úgyhogy ez nekünk egy ilyen értelme megerősítést volt, a gyerekeknek meg szerintem leginkább abban, hogy nincsenek még általában tudatában annak, hogy milyen értékek veszik körül őket. Ez azért fölnyitotta rá a szemüket, hogyha kirándulnak valamelyre, vagy sétálnak akár csak barátaikkal, akkor lehet, ez nekik már egy élmény lesz, hogy na hát erről hallottam valahol, és akkor akár tudnak egy pár dolgot is mesélni róla. Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, és izgalmas volt. Sokkal interaktívabb volt, mint a többi. Hát én sok olyan versenyen voltam, amikor csak le kellett ülni és megoldottunk egy feladatlapot, viszont itt sok különböző feladat volt, ami nagyon érdekessé tette az egészet. Voltak állomások egy épületen belül, és ott kellett járkálni. Volt egy lapunk, minthogyha egy ilyen labirintusszerű lenne, ahonnan ki kell jutni, és mindegyik állomáson megoldani egy feladatot, és úgy kaptunk pontot. Volt egy feladat, amikor szobabiciklin kellett tekerni, és közben a másik ember meg tollakat vitt, úgyhogy nem szabadott leesni egy kanálról, és elég érdekes feladat volt. Eleinte, hát finoman fogalmazok, nehezen, döcögősen indult az együttműködésünk, mert sok feladat volt, szertágazó feladatok, elfelejtődött néha egy megoldásnak az időben elkészítése, hogyha nehezen indultunk be, de amikor beindult a munka, akkor én úgy vettem is, hogy összerázta őket. Talán majd most a velük való beszélgetés alatt is ez ki fog derülni, egy összeszokott klassz kis csapat vált belőlük, vannak közös élményeik, és az mindig a legfontosabb, egy közösség összekovácsolása szempontjából. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, és ha az ember esetleg szeretne valamit megmutatni egy idegennek, akkor ez segít neki, és szerintem ez egy külföldi emberit is érdekelhet. Jászminnak igazából ilyen ügyességi feladatokban volt nagyobb szerepe, mint így tárgyilag, vagy nem tudom, tehát azokban jobban tudott segítségünkre lenni. Vigyileg mindent ére használtattuk, mivel nagy a szellemi tudása, illetve sportos is. Szóval, mint
szellemi feladatokban, mint gyakorlatban ugyanúgy nagy segítség volt. Szerintem az Eszter főleg a szellemi feladatokban tudott segíteni, én úgy gondolom. Meg hát úgy nagyjából mindenben. A Lucának nagyon nagy szellemi tudása van, mindenre tudott valamilyen választ adni, nem volt olyan válasz, amire nem tudott volna válaszolni. Igazából elég összetett volt az egész, szóval nem konkrétan egy épületnek a múltját kellett megtanulni, vagy többnek, hanem költőket, művészeket is belevettek, és így az egész feladat nagyon színes volt. Mattioni Eszter művei a Vosinszky-Mór megyei múzeum vármegyeházi kiállításán tekinthetők meg, érdemes nem kihagyni. Ennyi érték fért mai műsorunkba, következő pénteken Szekszárd térségében barangolunk majd, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!